Ennek a Siker című gazdasági magazinunkat látják. Jó estét kívánok! Júliustól életbe lépett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online számlázási rendszere. A Kereskedelmi és Iparkamara ennek kapcsán a legfontosabb tudnivalókról szervezett ma előadásokat a vállalkozások számára. A rendezvényen több százan vettek részt. A tételes áfanyilatkozatot eddig is kellett adni ugye a beérkező, illetve a kimenő számlákról, abban az esetben, hogyha az áfa tartalma ezeknek a számláknak az 1 millió forintot meghaladta. Július 1-től viszont már a 100 000 forintnál több áfát tartalmazó számlákról kell elektronikusan adatot szolgáltatni az adóhatóság részére. Erről tartott néhány hete átfogó előadást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az adatszolgáltatás formája attól függ, hogy számlázó programmal vagy kézi úton történik a számla kiállítás. Amiben elektronikus formában történik a számláknak a kiállítása, akkor egy közvetlen adatkapcsolattal kell a számlázó programból elkülden az adatokat a NAV-hoz. Amennyiben kézi számlázással állítják ki ezeket a számlákat, és mondom, hangsúlyozom, a 100 000 forintot meghaladja az áfa tartalma a számlának. Abban az esetben pedig a NAV-nak a honlapján egy webes felületen kézzel kell feltölteni ezeknek a számláknak az adattartalmát. Maga a rendszer nem új, hiszen ilyen gépek már több éve forgalomban vannak. Ez azonban egy adminisztrációs könnyítés, mivel egyszerűsített adatszolgáltatást tesz lehetővé az ügyfelek számára. A cél, hogy az érintettek használjanak számlázó programot, mert az megkönnyíti a saját maguk és a NAV dolgát is. A tételes áfa adatszolgáltatás az már nagyon régen működik a adóhatóság részére, de az adózók részére ez egy adminisztrációs könnyítés lesz, hogy amikor a fizetendő áfajukra adatot szolgáltatnak, és számlázó programmal szolgáltatják ezt a bizonyos adatot, abban az esetben nem kell külön adminisztrációt végezniük. Az adóhatóság rendszerint tart ingyenes előadásokat az aktuális adózási témákról, ahol a NAV munkatársai a gyakorlatban is jól hasznosítható tudnivalókat osztanak meg az érdeklődőkkel. A résztvevők ma a Vállalkozói Akadémia elnevezésű rendezvényen ismerhették meg a júliustól életbe lépett online számlázási rendszert. Az adóhivatal bevezetett egy elektronikus számlázást mindenkinek, és ezért ez elég sok kérdés felvet a vállalkozók körébe. Azt tudjuk, hogy országos szinten, nemzetközi szinten ez egy rettentő fontos dolog, és amit mondtam a megnyitóban is, nemzetközi szinten is jönnek Magyarországról megvizsgálni, hogy milyen jó irányba megy az állami oldalról az adóhatóságnak ezeknek az elektronikus bevezetése. A rendezvény népszerűségét és fontosságát jelzi, hogy a mai előadáson több száz vállalkozó vett részt. Bemutatták az online regisztráció menetét, illetve elmagyarázták a legfontosabb tudnivalókat a rendszerrel kapcsolatban. Folyamatosan javul a rendszer, a NAV nagyon sok energiát fektet abba, hogy ügyfélbarát legyen, és legyünk őszintén, az összes ilyen elektronikus rendszer segíti ezt, hiszen nem be kell menni, sorba kell állni, papírozni kell, hanem a rendszer maga már visszaböki, hogyha azt a szám nem jó ott, mert matematikailag valami más történik. Tehát szerintem az összes lépés arra megy, hogy sokkal egyszerűbb legyen, nehezebb, mert nem olyan, mint tegnap volt, de egyszerűbb lesz hosszú távon. Fontos azonban megjegyezni, hogy a rendszer csak adatszolgáltatást biztosít a NAV irányába, nem helyettesíti az adóbevallást. A Vállalkozói Akadémia egy konzultációval zárult, ahol a vállalkozók és a NAV szakemberei megvitathatták a felmerülő kérdéseket. Ez volt már a Siker, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!